Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogy hatnak rám a csillagok 2021-ben az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint? Kedves Kukador, üdvözöllek téged, ez a te videód egy előrejelzés jövő évre. Ezt az álnevet te választottad, és én remélem, hogy jól mondta. Ezt az álnevet te választottad, és remélem, én ezt helyesen mondtam ki. Itt, ezen a képen bal oldalon látható a mérleg jegye. A szimbolizálja a te aszcendentusodat. És a mérleg jegye az elkísért téged születésedtől az életed végéig, befolyásolja a te külsődet, befolyásolja a személyiségedet. A mérleg jegye mutatja a szépséget, tehát te egy szép nő vagy, szereted a harmóniát, a művészeteket, de nehezen hozol döntéseket. Itt az aszcendentussal indul az első életház. És ebben az első életházban található nálad Neptun bolygó. Az jelenti a te tehetségedet a művészetek terén. Az is lehet, hogy spirituális úton ki tudod magad bontakoztatni. Neptun az jelenti az álmainkat, a fantáziánkat, van egy ilyen inspiráló hatása, és itt a mérleg jegyében utalhat a művészi dolgokra is. Ez az álom, ez a fantázia nem ismer korlátokat, de szép, ez kellemes, kell hinni ezekben az álmokban, mert egy álom megvalósulhat. És ez a Neptun bolygó, ez kihat a fellépésedre. Mások így látnak téged, minden olyan titokzatos nálad, de mesebeli. Előfordulhat az is, hogy ez a Neptun hatás másoktól jön a környezetedben, és ez olyan álomszépnek tűnik. Ha ez a valóság, akkor abban bízhatsz. De mi van akkor, ha mások becsapnak téged, hazudoznak? Bizony, ez csalódásokhoz vezethet, és ilyenkor óvatos vagy. Megvan nálad ez a tartás. Mi történik 2021-ben? Hogy hat ez a külsődre, a személyiségedre, a környezetedre? 2021-ben, október hónapban itt van Vénusz bolygó, az mutatja a te nőiességedet, a kisugárzásodat, a kreatív munkád, de az is lehet, hogy egy hölgy befolyásol téged. Október hónapban itt van egy visszafele tekintő Merkur bolygó, valaki visszatér a múltból, és itt lesz egy kapcsolat, beszélgetések. November hónapban itt található Mars bolygó, decemberben szintén. Ez mutatja a te erődet, a te fellépésedet. Az is lehet, hogy van mozgás, mint például sport, de Mars bolygó jelenthet egy férfit is, aki kihat rád. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az első életházat, és ez a fő téma, a havi téma. Most megtekintjük azt, mi várható 2021. januárjában. Január 6-án érzékenyek vagyunk, vagy megsért bennünket valaki, vagy mi sértünk meg másokat. Január 9-én egy kívánság megvalósulhat.
január 10-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Január 13-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, milyen irányba. Január 14-én nem kedvező valamit megváltoztatni, legyünk türelmesek. Január 20-án korlátozások vannak, nincs ez a könnyűség. Január 21-én megvannak a vágyak, de bizonytalanok vagyunk. Január 24-én keresünk egy kiútat. Január 28-án el kellene azon gondolkodni, hogy kiben bízhatunk, és kiben nem. Január 30-án nem mondjuk azt el, hogy mit tervezünk, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az késlekedve jön. És most áttérek a kettes életházra. Ha most megnézed ezt a képet, a mérleg jegye alatt látható a szkorpión. És ez a kettes életházhoz tartozik. Ez a kettes életház jelenti az anyagi dolgokat, az értékeket, de ez lehet belső érték is. A te horoszkópodban itt található két ó, a lefele mozgó holdcsomó és az utal a múltra, mind arra, amit átéltél a múltban, a korábbi életedben is. Tehát itt a szkorpión jegyében, ebben az életházban kiismered magadat. A szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és érzelmekről van szó. Befolyásolja az anyagi dolgokat. Ha például attól félsz, hogy valamit elveszítesz az életedben, ez nem csak az anyagi dolgokat illeti, ez lehet egy párkapcsolat is, az kihat az anyagiakra, mert akkor tényleg kevesebb lesz. Bíz a saját értékeidben is. Te értékes vagy, vedd kezedbe azokat a dolgokat, ami értékes számodra, mi történik ezen az élet területen jövőre. Ez a lefele mozgó holdcsomó kétú megint a szkorpión jegyében van, tehát visszatért oda, ahol volt abban a pillanatban, amikor te megszülettél. Itt vannak ilyen kármikus dolgok, és ez a múltra utal, lesznek emlékek is. Január hónapban itt mozog még Vénusz bolygó, az lehet, hogy van egy kreatív munkád, és ezáltal pénzhez jutsz. Vénusz bolygó hoz szerencsét is, de az is lehet, hogy pénzt adsz ki szép dolgokra, vagy egy hölgy befolyásolja az értékeket, az anyagi dolgokat. December hónapban itt van Merkur bolygó, ez lehet egy szerződés, és november 20-a és december 20-a között itt van a nap, megvilágítja ezt az életterületet, ez áll a középpontban, ez a havi témád. És most megtekintjük azt, mi várható februárban. Február 2-án egy álom megvalósulhat. Február 4-én fáradtak vagyunk, és nincs energiánk ahhoz, hogy valami újat kezdjünk. Február 7-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Február 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, milyen célok elérhetőek.
Február 18-án megvannak a vágyak, az álmok, de a bizonytalanság is. Február 19-én vannak korlátozások. Február 20-án mi hölgyek úgy érezzük, hogy mások átnéznek rajtunk, olyan bizonytalan minden, különösen a párkapcsolat területén. Február 21-én keresünk egy új lehetőséget, vagy egy új utat. Február 27-én vannak ilyen szív témák, az lehet a szerelem. És most áttérek a harmadik életházra. Ez a harmadik életház, ez az élet iskolája. Itt vannak kihívások, de nem szabad elfutni, hanem be kell bizonyítani magunkat. Ez a harmadik életház utalhat képzésre is, mutatja a rokonokat, ismerősöket, és az internet kapcsolatokat is. A te horoszkópodban itt található a nyilas jegye, mint ahogy itt ezen a képen is látható, a szkorpión után ez következik. Itt található nálad a nap, az mutatja a te énedet, tehát számodra ez egy nagyon fontos életterület. Azon kívül itt van Merkur bolygó, itt van mindig mozgás, meg kapcsolatok, és utal arra is, hogy okos vagy és képzett. Mi történik jövőre itt ennél az életháznál? December 20-a és január 20-a között itt van a nap, és mutatja a havi témát. Januárban van itt egy Merkur mozgás, az jelenti a kapcsolatokat, vagy egy tanulást, képzést. November és december hónapban itt van Vénusz bolygó, az lehet egy ismerős, egy hölgy, akivel együtt tanultok valamit, vagy valaki a családból, de mivel itt az élet iskolájáról van szó, kihívásokról, az lehet egy rivális nő is. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án kívánhatunk valamit, mert ez elérhető. Március 6-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alatt. Március 13-án el kellene gondolkozni azon, hogy tudjuk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nehéz valamit tisztázni, minden olyan átláthatatlan. Március 18-án megvannak a vágyak, de bizonytalanok vagyunk. Március 20-án keresünk egy kiutat, kell a belső egyensúly. Március 21-én hiányzik az erő, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk áttenni magunkat a helyzeten. Olyan bizonytalanságokat vált ki nálunk ez a nap. Március 28-án valamit rendbe kell tenni, ezen kívül ezen a napon van egy gyógyító hatás. Március 30-án kívánhatunk valamit, mert ez megvalósul. És most áttérek a négyes életházra. Ez a négyes életház, ez a mélypont. Ez adja az alapot, és ezekre az alapokra kell építeni. Azon kívül mutatja az otthonunkat. A te horoszkópodban itt található a Bak jegye, Vénusz bolygó és Mars bolygó is. Mivel Vénusz és Mars bolygónál a párkapcsolatról, a szerelemről van szó, egy tartós, biztos párkapcsolat adja neked a belső erőt, a biztonság
érzetét. Most megtekintjük azt, mi várható ezen az életterületen 2021-ben. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Szaturnusz bolygó hatása alatt kell, hogy valamit tanuljunk. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak mindig sorsdöntő változások. 2021-ben itt található Szaturnusz bolygó a bak jegyében nálad ebben a négyes életházban, az lehet egy költözés is. Valami változik az otthonodban. Plutó bolygó szintén itt mozog egész évben, ebben a négyes életházban az indiai számítás szerint, és az azt jelzi, hogy ez most egy fontos életterület. Januárban, februárban, márciusban és áprilisban itt van Jupiter bolygó is, szerencsét hoz neked. Jupiter bolygó elbúcsúzik májusban ettől az életterülettől, de visszatér október, novemberben és decemberben elhagyja újra ezt az életterületet. Februárban itt van Vénusz bolygó, az lehet, hogy megszépítesz valamit az otthonodban, vagy lesz egy látogatás, egy hölgy. Január 20-a és február 20-a között itt van a nap, tehát ez a havi témád. Márciusban itt mozog Merkur bolygó, azok beszélgetések, de lehet egy szerződés is, és az kihat az otthonodra. És most megtekintjük azt, mi várható április hónapban. Április 2-án vannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én vannak korlátozások. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy milyen érzéseket váltanak ki mások nálunk. Április 14-én megvannak a vágyak, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. Április 16-án keresünk egy kiutat. Április 20-án vannak nehézségek, különösen ami az anyagiakat illeti. Április 27-én oda kellene figyelni arra, hogy mit kell rendbe tenni. Ma megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzunk valamit. Április 28-án kell egy kis szünet, elgondolkozni azon, mit kellene befejezni. Április 29-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk. És most áttérek az ötös életházra. Ez az ötös életház szimbolizálja a gyermekeket. De itt vannak a gyermekkori emlékek is, azon kívül mutat egy kreatív tevékenységet és élet örömöt. A te horoszkópodban itt van a vízöntő jegye, te Szaturnusz bolygó arra utal, hogy nehéz gyermekkorod volt. Mi történik 2021-ben itt ebben az életházban? Neptun bolygó jelenti az álmokat, de az inspirációt, az intuíciót is. Az lehet egy művészi terület, vagy egy spirituális munka, de életörömmel valósítsd meg az álmaidat, erre utal ez a mozgás, és kihat rád egész évben. Február hónapban itt található egy visszatekintő Merkur bolygó. Merkur bolygó
uralkodik a gyermekkor és az ifjúság felett, mivel visszatekintő itt lesznek emlékek. Február 20-a és március 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a havi téma. Azon kívül Vénusz bolygó található itt, az utalhat gyermekekre, egy kislányra, vagy a szerelmi élet területén az élet örömre. Azon kívül lesz itt hatás májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben Jupiter bolygótól, az hoz szerencsét. Októberben elbúcsúzik az ötös életháztól, de decemberben visszatér ez a szerencse. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án érzékenyek vagyunk, és ez sértődésekhez vezethet. Május 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hol van egy új kezdet. Május 13-án keresünk egy kiutat. Május 19-én korlátozások vannak. Május 23-án meg kellene állni egy pillanatra, elgondolkozni azon, mi változik az életútunkon. Május 26-án vannak kármikus témák, viszont egy kívánság megvalósulhat. Május 30-án őrizzük meg a titkainkat. Nem kell elmondani azt, hogy mit tervezünk. Az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később jön. És most áttérek a hatos életházra. A hatos életház a munkát jelenti és egészségügyi témákat. A te horoszkópodban itt található a halak jegye. Itt érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben kettő hal van, az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik bízik a jövőben, megvan ez a magabiztonság, és az szerencsét hoz. A halak jegye nagyon érzékeny, és utal ilyen művészi tevékenységekre, vagy spirituális munkára. A te horoszkópodban, itt ebben az életházban, a halak jegyében nincs bolygó, viszont megtekintjük azt, mi várható jövőre, ami a munkát illeti. Március 20-a és április 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint, és ez áll a középpontban, vagy a munka, vagy az egészségügyi helyzet. Azon kívül áprilisban itt van Vénusz bolygó, az utal a kreatív munkára, vagy egy hölgyre a munkahely területén, az is lehet, hogy orvoshoz kell fordulni, nőgyógyászhoz. Azon kívül itt mozog Merkur bolygó, ezek beszélgetések, de lehet egy munkahelyi szerződés is. És most megtekintjük azt, mi várható június hónapban. Június 2-án olyan erőtlennek, bátortalannak érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, viszont olyan elérhetetlennek tűnik. Június 9-én keresünk egy kiutat. Június 10-én visszahúzódóak vagyunk, át kellene látni a dolgokat, de ez minden olyan átláthatatlan. Június 12-én szerencsénk van,
a szerelmi élet területén, nálunk hölgyeknél megvan ez a nőies kisugárzás. Június 18-án vannak korlátozások. Június 21-én lesz egy változás. Június 23-án kívánhatunk valamit, mert ez beteljesül. Június 24-én van egy gyógyító erő, egy gyógyító energiamező. Június 26-án el kellene azon gondolkozni, hogy mik a tervek, miről álmodozunk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most áttérek a hetes életházra. A hetes életházban vannak a szerződések és a párkapcsolat. A te horoszkópodban itt található a kos jegye bolygók nélkül. Most megtekintjük azt, milyen mozgás lesz itt ezen az életterületen 2021-ben. Uránusz bolygó mindig hoz változásokat. Lehet egy meglepetés is, valami, amire nem számítottunk. Az indiai számítás szerint egész évben, sőt a következő években is Uránusz bolygó hatása alatt állsz ezen az életterületen, és az kihat a párkapcsolatra. Januárban és februárban itt mozog Mars bolygó, és az utal egy férfire. Május hónapban itt van Vénusz bolygó, az mutatja a te nőiességedet, kihat a szerelmi élet területére. Április 20-a és május 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, ez a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Július 5-én megvannak a kívánságok, viszont minden olyan bizonytalan. Július 6-án keresünk egy megoldást, egy kiutat. Július 10-én legyünk visszahúzódóak, és gondolkozzunk el azon, kiben bízhatunk, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat. Július 17-én érzékenyek vagyunk, és érzékenyen reagálunk. Ez sértődésekhez vezethet. Július 20-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Július 21-én egy kívánság megvalósul. Július 24-én el kellene azon gondolkozni, mik a célok, és hogyan tudnánk ezt elérni. Valami tisztázódik ezen a napon. Július 31-én korlátozások vannak. És most áttérek a 8-as életházra. Ez a 8-as életház a halál háza. Természetesen jelenthet halálesetet, örökösödési ügyeket is. Viszont ennek inkább szimbolikus jelentése van, valamitől elbúcsúzni, valamit lezárni, hogy legyen egy új kezdet. Itt vannak változások, itt van ez a transformáció. A te horoszkópodban itt található a bika jegye. A bika jegyénél nem könnyű valamitől elbúcsúzni, mert a bika jegye ezt meg akarja tartani, és ez, amit te itt tanulsz. Itt vannak nálad kármikus témák, mert itt található a horoszkópodban a
A felfele mozgó hold csomó egy életút, amit a te lelked kiválasztott, mert erre szüksége van. Itt van a holdad is. A hold jelenti az anyukádat, az anyai érzéseket, és szimbolizálja az érzelmeket. Mi történik jövőre itt ebben az életházban, ahol nem csak változásokról van szó, hanem hivatalos dolgokról is? Egész évben, sőt, 2022 márciusáig itt mozog a felfele mozgó hold csomó, ez a karmikus csomó, ami számodra egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat szimbolizál. Mivel a te horoszkópodban itt található a felfele mozgó hold csomó Ráhu, és jövőre itt mozog ez a felfele mozgó hold csomó Ráhu, visszatért ez az életedbe. Itt vannak ezek a kármikus témák. Azon kívül márciusban és áprilisban itt van a Mars bolygó, az mutatja te életerődet. Ezek lehetnek hivatalos dolgok is, ahol be kell bizonyítani magadat, vagy egy férfi segít ezen a területen. A 8-as életházhoz tartoznak a szexuális témák is, és Mars bolygó hatása alatt lehet ez egy párkapcsolat. Május hónapban itt fog mozogni Merkur bolygó, az lehet egy hivatalos dolog, egy dokument. Merkur bolygó vissza fog térni július hónapban ebbe a 8-as életházba. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életházat, ez lesz a havi témát. És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak a vágyak, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. Augusztus 3-án keresünk egy új lehetőséget, egy kiutat. Augusztus 8-án el kellene azon gondolkozni, mit tudnánk javítani, ami a családi helyzetet illeti. Augusztus 15-én fáradtak, erőtlenek vagyunk. Augusztus 16-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Augusztus 17-én egy álom megvalósulhat. Augusztus 20-án el kellene azon gondolkozni, mi változik az életünkben. De ne siessük el a dolgokat. Augusztus 22-én kellenek célok. Augusztus 30-án úgy érezzük, hogy valaki megbántott bennünket, vagy mi bántottunk meg másokat. És most áttérek a 9-es életházra. Ez a 9-es életház utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. De ez az utazás, ez az út lehet egy belső út is, és utal spirituális vagy vallási témákra. A te horoszkópodban itt van az ikrek jegye, az mozgásba hoz mindent, vannak kapcsolatok, utazások. Itt található egy visszatekintő Jupiter bolygó a te horoszkópodban, ami azt jelenti, hogy szerencséd van a külföldi kapcsolatokat illetően, vagy egy utazásnál. Ez a visszatekintés Jupiter bolygónál utal a múltadra. Mi történik 2021-ben ezen az életterületen?
Májusban és júniusban itt van Mars bolygó. Az utal a te erődre, hogy befekteted az erődet ezekbe a témákba, az lehet egy spirituális munka is. Mars bolygó jelenthet egy férfit, egy külföldi kapcsolatot, vagy egy közös utazást. Az lehet egy életút is. Június hónapban itt van Vénusz bolygó, az kihat a szerelmi élet területére, de azt is jelentheti, hogy vannak külföldi kapcsolatok, nem csak egy férfivel, hanem egy hölgyel is. Június hónapban itt található egy visszatekintő Merkur bolygó, ezek beszélgetések, hírek, kapcsolatok, ez a visszatekintés lehet valaki a múltból, de az is előfordulhat, hogy vársz egy hírre, és az késlekedve jön. Június 20-a és július 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ez a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Szeptember 7-én el kellene azon gondolkozni, mi fontos, mi áll a középpontban. Szeptember 11-én egy álom megvalósulhat. Szeptember 13-án bizonytalanság van, különösen ami az anyagiakat illeti. Szeptember 21-én oda kellene figyelni az érzelmekre. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án keresünk egy új utat. Szeptember 27-én nem mondjuk el azt, amit mi tervezünk. Az is lehet, hogy várunk egy hírre, de az később jön. Szeptember 29-én hiányzik a bátorság, erőtlennek érezzük magunkat. És most áttérek a 10-es életházra. Ez a 10-es életház utal a nyilvánosságra és a hivatásra. A te horoszkópodban itt van a rák jegye, te inkább visszahúzódó vagy. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről van szó, te nagyon segítőkész vagy, és segítesz másoknak. A te horoszkópodban, itt a 10-es életházban nincs bolygó, de megtekintjük azt, hogy mi várható 2021-ben itt ezen az életterületen. Július hónapban itt van Mars bolygó és Vénusz bolygó, az utal szerelemre is, és a nyilvánosságra. Ami a munkát illeti, itt befekteted az erődet, és az is lehet, hogy egy hölgy segít neked, ez a Vénusz energia. De jelenthet kreatív munkát is. Július 20-a és augusztus 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Augusztus hónapban itt mozog Merkur bolygó, ezek lehetnek beszélgetések, tárgyalások, vagy egy szerződés. És most megtekintjük azt, mi várható október hónapban. Október 3-án megvannak a vágyaink, de bizonytalanok vagyunk. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, mit kell rendbe tenni, mit kellene lezárni. Október 8-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Október 9-én vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk.
Október 11-én kell egy kis szünet, és elgondolkozni azon, hogyan tovább. Október 13-án vannak korlátozások. Október 18-án nem mennek előre az események, különösen ha itt bírósági ügyről van szó, viszont a következő napokban, hetekben lesz itt mozgás. Október 20-án meg kellene azt tekinteni, hogy mit lehet tisztázni, lehet érzelmekről beszélni. Október 23-án keresünk egy kiutat. Október 24-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Október 28-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. És most áttérek a 11-es életházra. Ez a 11-es életház a remények háza, de ide tartoznak a barátok, ismerősök is. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, azon kívül egy visszatekintő Uránusz bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó. Az oroszlán jegyénél arról van szó, hogy te szeretnél a középpontban lenni, a baráti körben, az ismerősök között. Ez a visszatekintés Uránusz bolygónál és Plutó bolygónál arra utal, hogy itt vannak emlékek a múltból, kármikus témák is. Ha nem kapod meg ezt az elismerést, akkor bizonytalan vagy, és visszahúzódsz. Viszont itt kell, hogy tanulj valamit, mégpedig azt, amit Uránusz bolygó jelent, te különleges vagy, egy személyiség más, mint mások. És Plutó bolygó mutatja belső erődet. Higgy ebben, és nem kell az, hogy te mások előtt bebizonyítsd magadat, hanem higgy a te saját erődben. És most megtekintjük azt, mi várható itt ezen az életterületen jövőre. Itt mozog augusztus hónapban Mars és Vénusz bolygó, az utal a szerelmi élet területére. Itt ennél a 11-es életháznál itt a reményekről van szó, és ez megvalósulhat. Mars bolygó marad szeptember hónapban is, az utal egy férfire. Augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt van a nap, megvilágítja ezt az életterületet, és ez a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban. November 4-én el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. November 11-én érzékenyen reagálunk. November 19-én kell egy kiút. November 21-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. És november 27-én korlátozások vannak. És most áttérek a 12-es életházra. Ez a 12-es életház a titkok háza. Minden, ami olyan titokzatos. A te horoszkópodban itt van a szűz jegye, bolygók nélkül, és most megtekintjük azt, hogy milyen változások vannak ezen az életterületen. Szeptember hónapban itt van Vénusz bolygó, és Merkur bolygó. Ezek titkok. Vagy egy hölgy elmondja a titkait, vagy ha neked vannak titkaid, akkor azt őrizd meg. Mivel ez a 12-es életház
mutatja a titkos ellenséget is, előfordulhat, hogy valaki pletykálkodik a hátad mögött. Október hónapban itt van Mars bolygó, az jelentheti az erődet, és kellene, hogy visszahúzódó legyél, pihent ki magadat, vagy egy férfi titokzatos, előfordulhat, hogy ez a férfi elmondja a titkait. Szeptember 20-a és október 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, kell, hogy a mélybe tekintsd, pihent ki magadat. Novemberben itt mozog Merkur bolygó, itt is titkokról van szó, és őrizd meg a titkaidat. És most megtekintjük azt, mi várható december hónapban. December 1-én tervezni kellene valamit, és abban hinni, hogy ez elérhető. December 3-án nehéz valamit tisztázni. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én olyan erőtlennek érezzük magunkat. December 17-én keresünk egy kiútat. December 18-án megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. December 19-én kellene, hogy odafigyeljünk az anyagiakra. December 21-én lesz itt egy változás. December 27-én érzékenyek vagyunk, vagy valaki megsért bennünket. December 31-én vannak kármikus témák, emlékek a múltból, vagy valaki gondol ránk. Kedves Kukador, így tudtam elmagyarázni, mi várható 2021-ben. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!